Tavaly ősszel kezdődött Nyíregyházán a Sóstói erdőben 4 hektáron fakitermelés, a kórháztól északra fekvő két területen. A főként akác és tölgyfa fajú erdőállomány kétharmada csúcsszárat fákból állt, ezért nem lehetett tovább halogatni a munkát. Az akác egy olyan 30-35 évre tesszük azt a kort, ameddig tartjuk, ameddig nem kezd el egészségállapota komolyan romlani. A tölgynél ezen a termőhelyen 80-90 év. Na most itt az akác már 60 év felett volt, a tölgy pedig 120-130 év közelében járt. Tényleg a kétharmada száraz volt a fáknak, és hát egy ilyen területen mi erdőgazdálkodók mindig nézzük, hogy a kivágott fának hány százaléka tűzifa, hány százaléka hasznosítható valamilyen ipari célra. Ez a 50-et azért el szokta érni más területeken. Na most itt 20-25 százalék volt az iparilag még hasznosítható, de az is jóval-jóval értéktelenebb volt a túltartás miatt. Ez a terület közkedvelt a futók, sétálók körében. Miattuk is szükség volt kivágni a fákat, mivel a kidőlő fák és a zuhanó nagyobb ágak is veszélyesek lehetnek. A kivágott fák helyére alaposabb részeknél főként tölgyfákat ültettek, míg a dombosabb részeket változatosabb állománnyal frissítették fel. A dombtető a domboldalban inkább lágylombos, lombos, elegyes erdőt célzunk meg, olyan fafajokkal, amik idevalóak, őshonosak, de azért a szemnek is örömet okoznak. Vadkörte, vadalma, tehát ezek majd tavasszal, amikor elkezdenek virágozni, nagyon szép látványt fognak nyújtani. Ezüsthás-sat ültettünk elég komoly darabszámmal. Hát összesen egy 24 ezer darab csemetét ültettünk még a magvetésen kívül. A Nyírerdő ZRT megközelítőleg 60 ezer hektár területen gazdálkodik két megyében. Évente körülbelül 1000 hektárnyi területen végeznek hasonló munkálatokat.